Hát nézd csak, itt van a közepe a virágnak, ezek meg a szirmai. Tehát persze lehet több is, igen. Bátaszéken már több éve hagyomány, hogy a helyi könyvtárban a nyári szünetben heti egy alkalommal kézműves foglalkozásokat szerveznek gyerekeknek. Ez most már egy 6-7 éve tart, ugye volt ez a lezárásos időszak, de most hál' Istennek ismét visszajöhettek a gyerekek. Ezt megkérdetjük Facebook, illetve a honlapoldalunkon, barátoknak, ismerősöknek szólunk, és általában alsó tagozatos, illetve óvodáskorú gyermekek jönnek erre a foglalkozásra. Itt kitaláljuk, hogy milyen foglalkozások legyenek, készítek előre sablonokat. A könyvtárban rengeteg kartonpapír és fonal van, illetve olló és ragasztó is mindig rendelkezésre áll. A gyerekek szívesen használják, és azt vettem észre, hogy nem tudnak csomót kötni, nincs türelmük, úgyhogy olyanféle játékokat, illetve feladatokat, kis barkács dolgokat keresek, ami kicsit egy kis kitartóvá teszi őket, illetve ezeket a dolgokat meg tudják tanulni. A tű használata, az olló használata, a radír, a fonalaknál ugye a sok szín, úgyhogy ez általában meghozza a kedvüket, és szívesen itt vannak velünk. Most ebben az évben bevezettük még azt, hogy papírszínházas előadás, akkor átvonulunk a másik terembe, és ott van egy mese. A meséhez mindig keresek feladatokat, akkor föl tudnak állni, azt megbeszéljük a mesét, annak a tartalmát, a szereplőket, az egész egységét, és akkor ahhoz még egy kis mágnestábla segítségével kérdésekre válaszolva egy új képet tudnak alkotni, ők fölállnak, kijönnek, és akkor az is egy kis színesítik az egész délelőtti folyamatukat. Aztán itt átjövünk, és akkor szintén még barkácskodunk, egy kicsit kézműveskednek. Azonban nem csak a gyerekeknek szerveznek foglalkozásokat. A kézműves program az pontosan innen jött, hogy a húsvét volt az első olyan kézműves foglalkozásunk, hogy gyerekeket szólítottuk meg, és ugye a szülő elkíséri a gyereket, és őnekik volt a kérésük, hogy ez olyan jó dolog, hogy ne csak a gyerekeknek legyen, hanem legyen a felnőtteknek. És erre vezettük be az adventi, illetve az őszi, karácsonyi, téli időszakra a kézműves foglalkozást, amit főként már felnőtteknek hirdettünk, mert ott már olyan dolgokat tudnak elkészíteni, ami a karácsonyváráshoz tartozik. Grafikával készültem elsősoron karkötőt, és különböző kis formákat vágunk ki, amit utána fonalnal be tudnak tekerni, és abban egy szép képet tudnak alkotni. Kis kukacot, százlábút, szívecskét, virágot, felhőt, cicát, olyanokat, ami egyszerű forma, és ami körülveszi őket, amivel egyébként is találkoznak. Farkas Ada nem először jár a táborban. Kézműveskedünk, meg olvasgatunk. Ada egy színes karkötőt készített. Számolunk háromig, és akkor a harmadikat odarakjuk az üres részhez. Villányi Luca azt mondja, szeret kézműveskedni. De azért, mert otthon unatkozunk, mert nincsenek testvéreim, és hát azért. Luca választása egy fonalhernyóra esett. Így félbehajtjuk, és akkor így átbújtatjuk is úgy már, megcsomozzuk is, kész. A gyerekek többsége otthon is szívesen alkot. Szoktam az öcsikével is, meg ő is nagyon szeret. Szoktunk festeni, rajzolni, meg hajtogatni. Rögtön látni akarják, hogy legyen eredmény, hogy legyünk már kész. Hát ezek a dolgok nem olyanok. De színesek, és elkészíthető, rövid idő alatt elkészíthető, hogy rövid idő alatt már van eredménye. Kitartásra azért szükség van, de ez a korosztály, én úgy gondolom, hogy a picik, a kis óvodás, meg mondjuk az alsó, egy-kettő, a harmadik tagozatig nekik azért van bőven türelmük, de most bejárnak nagyok is, akik segítenek, akik itt vannak, és van, amikor ők még nagyobb türelemmel és örömmel részt vesznek, és csinálják ezeket a kis kézműves dolgokat.